Nem az első alkalom, hogy Mándokon rögbi mérkőzést rendeztek. Tavaly például Dánia ellen aratott itt győzelmet a magyar rögbi válogatott, Európa bajnoki selejtezőn. Ezúttal pedig pénteken Gibraltár volt Magyarország legjobbjainak ellenfele. A mérkőzés előtt a pirosmezes vendégek számítottak esélyesebbnek, a papírforma pedig érvényesült is a mérkőzés elején, hiszen rögtön 6 ponttal elléptek a gibraltáriak. A hajrában végül sikerült a szépítés, de így is 11-3-as vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben nyomott a magyar csapat, és Gyurcsik Mózes meg is szerezte az első hazai célt. Aztán a játékrész közepén sikerült a fordítás, 15-14-re ment el a magyar csapat, a hajrá azonban a városállam belieké volt, így a vége 21-15 lett Gibraltár javára. Ez volt az első alkalom, amikor a két együttes találkozott egymással. Gibraltárnak egy nagyon jó csapata van. A magyar válogatott nagyon sokat tanult ebből a felkészülési mérkőzésből a svédek elleni jövő heti mérkőzés előtt. Sok pozitív dolog volt, és sok dolog van, ami még keményen kell dolgoznunk jövő hétig, fogalmazott a magyar szövetségi kapitány. A rögbi válogatott a sportágot népszerűsítő céllal érkezik folyamatosan vissza Mándokra. Nagyon kiváló házigazdáink a mándokiak, polgármester úr, a Forgács kastély, a mándoki emberek. Gyönyörű szép a környezet, gyönyörű szép ez a pálya, és nagyon nagy nyitottsága az itt élő emberekben, hiszen első szóra átalakították a pályájukat rögbi pályává is, képesek vagyunk most már itt is mérkőzés játszani, és reméljük, hogy itt is megszeretik majd ezt a sportágat ebben a régióban. A magyar rögbi válogatott a hétvégén Svédország ellen lép pályára Európa bajnoki selejtezőn.